Itt van velünk Szabadai Viktor, és köszönöm megértését, átírtuk gyakorlatilag az adást. Mondja meg nekem, legyen kedves, van a fővárosnak erre, ilyen esetre pontosan katasztrófavédelmi terve? Hiszen ha katasztrófáról beszélünk, akkor általában sajnálatos robbanásról, balesetről vagy tűzesetről beszélünk. Hajókatasztrófáról nem szoktunk. Igen, jó reggelt kívánok. Hát ugye egyrészt borzalmas ezt a tragédiát így látni, és ugye még elviselhetetlenbé teszi ezt az egészet, hogy még 13-15 ember sorsáról semmit nem tudunk. Én azt gondolom, minden elismerést megérdemelnek azok, akik egész éjszaka részt vettek a kutatásban, a mentésben. A kérdésére visszatérve, ugye mindig akkor szembesülünk ezekkel a problémákkal, amikor megtörténik egy ilyen tragédia. Katasztrófa védelmi terve természetesen van a fővárosnak, de ahogy ön is említette, ezek nem kifejezetten erre az esetre értendők. Nagyon régóta napirenden van az éjszakai hajózás, a magas vízállás melletti hajózás, ugye most mind a kettővel találkozunk, ezeknek a szabályozása, az egy örömteli hír egyébként, hogy sok hajó járt a Dunán, mert az azt jelentette, hogy a városnak egy élénk turisztikai élete van, de az, hogy a szabályozás ilyenkor elmarad a fellendülés mögött, az sajnos most ez itt mutatkozott meg. Nem tudható pontosan, hogy mi volt a baleset oka, de az biztos, hogy szabályozásra szorul mind a magas vízállás melletti hajózás, mind az éjszakai hajózás esete. Önök egyébként, fővárosi politikusok, milyen mértékben vannak beavatva a katasztrófavédelmi tervbe például? Tehát ha egy ilyen rendkívüli eset történik, akkor el kell kezdeni valahol kutatni, hogy egészen pontosan most mi a protokoll, vagy pedig azért ez valahol készen, nem, forgatókönyvként ott van? Azért meg vannak szakemberek, akik pontosan tudják, hogy ilyenkor mi a teendő. Ugye ilyenkor mindig az emberi élet az első, erre koncentrálnak, de azért egy ilyen katasztrófa mellett az emberi életnek mentése, mert arra is számolni kell, hogy egy sodródó hajóroncs kikötőkben, hídpillérekben óriási tetemes károkat képes okozni. Az, amit ön említett, visszaköszönt abban, amit már is mondom, Kurbély András, aki 27 éve hajón dolgozik, fedélzett mesterként dolgozik jelenleg egy 135 méteres szállodahajón. Az ön szavai visszaköszönnek mindabból, amit az Indexnek nyilatkozott, nevezetesen régóta érlelődött már a tragédia a Dunán, és hogy jó lenne betiltani az éjszakai városnéző hajózást, de ez nem történt meg. Miért ilyenkor, miért egy ekkora katasztrófa idején kell rádöbbenni arra, hogy mégis kezdeni kell valamit egy helyzettel? Szerintem, hogy be kellett tiltani az éjszakai városnéző hajózást, nyilván ennek vannak szakmai érvek emellett. Én azt gondolom, hogy egy város életéhez hozzátartozhat azért, hogy az éjszaka folyamán hajók, panoráma hajók járnak, és ott a turisták csodálhatják a várost. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szabályozásra szorul, abban biztos, hogy igaza van a szakembernek. De miért ilyenkor kell átgondolni? Tehát, nincs, ilyen, ugye, tehát nem lehet azt megtenni, nem lehet, ahogy a repüléssel kapcsolatban, ahol a gyorshajtással, ahol a tűzesetekkel kapcsolatban, hogy mindig lemodellezni azt, hogy mi történik, ha, hiszen ezek a kis hajók, ezek folyamatosan jártak a Dunán, hiszen a nagy szállodahajók folyamatosan ott voltak, a kettő közelsége. Jól látható volt még a meteorológiai szolgálatnak a képein is, hogy nagyon közel vannak egymáshoz, így is tűnt el a képernyőről gyakorlatilag ez a bizonyos hableányhajó, hogy miért ilyenkor kell rádöbbenni? Nézze, miért olyankor kell mindig az árvízzel foglalkozni, amikor elönti a várost a víz? Ugye ilyenkor kerül mindig a napirendre, hogy már megint sok-sok éve nincs elfogadható, megvalósítható terve a fővárosnak arra, hogy mi történjen az árvízvédelemmel. Ugye most én nem akarok riogatni senkit, de ugye megint a tetőzés előtt állunk, még néhány nap múlva fog tetőzni a Duna. Szabadai úr, mi most a politikusi protokoll? Tehát ön, mint fővárosi politikus, aki szereti a városát, dolgozik érte, mit fog például önteni, és a politikus társai pártállástól függetlenül ilyenkor most mindannyian összeülnek, ilyenkor most összeáll egy bizottság, amelyik átvizsgálja az ilyen eseteket? A politika felelőssége ilyenkor abban áll, hogy megteremtse azt a helyzetet, amikor döntési kényszerbe kerül a fővárosi közgyűlés, hogy igenis foglalkozzon ezzel az említett ügyel, tehát hogy mi van a dunai hajózással, a panoráma hajóknak a lehetőségei, hogyan kell, hogy korlátozódjanak arra vonatkozóan, hogy ilyen tragédia többet ne fordulhasson elő. Lépni fog az ügyben ön is személyesen? Mindenképpen, tehát ugye egy főpolgármester jelölti választás előtt állunk. A főpolgármester választásnak sajátossága az, hogy a főpolgármester jelöltek többsége programmal áll elő. Ebben a programban biztos, hogy szerepelnie kell most már minden egyes jelöltnek, az, hogy mit kezd a dunai hajózással. Nagyon szépen köszönöm a megértését, hogy igazából erről beszéltünk, ugyanakkor, ha már említette, egy rövid szűk percünk van azzal kapcsolatban, hogy előválasztás, nem előválasztás, nyilván most ez a kevésbé fontos ezekben a pillanatokban, de feldobódott ismételten a kérdés, hogy például az önök jelöltje, Sermer Ádám indul-e, nem indul, visszalép valaki javára. Ugye a Sermer Ádám polgári budapesti programjával indult el annak idején, és mi úgy gondoljuk, hogy ha nem változik a helyzet, tehát Puzsér Róbert és
Karácsony, Gergely marad, az ellenzéki jelölt az előválasztáson, akiket mi már korábban jelentett, nem tudunk támogatni, egyik őket sem tartjuk alkalmasnak Budapest vezetésére. Ebben az esetben Sermer Ádám el fog indulni a választáson, és nem fog indulni az előválasztáson. Amennyiben egy új jelölt személyek körül tud az ellenzék megállapodni, azt természetesen egy új helyzet, és erre nyitottak vagyunk mi is, hogy ezt az új helyzetet újra tárgyaljuk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a megértését, hogy teljesen másról beszéltünk, mint ahogy azt korábban egyeztettük. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.